Hatalmas zsivaj, hangulatos zene és sok jókedvű, energiával teli gyermek fogadta azokat, akik május utolsó vasárnapján kilátogattak a bátaszéki Bézikheim játszótérre. Nem csak a bölcsödés óvodás korosztály számára volt ez a gyereknap érdekes, a nagyobbak is megtalálták a számításaikat. A szervezők ugyanis rájuk is gondoltak. Az egyik srác mondta, hogy ott lehet szerezni ilyen karkötőket, meg ilyeneket, hogyha valamit megcsinálsz, és akkor most majd oda fogunk menni. A bátaszéki gyereknap már hagyomány. Ilyenkor összegyűlik a település apraja nagyja. A járvány után a helyiek talán még nagyobb kedvel vettek részt a programon. Körülnézünk, játszunk, jól érezzük magunkat. Hát igazából a kislányunk miatt jöttünk ki. Általában minden évben kiszoktunk, ő szeret itt lenni. Mert most is mondta is, hogy emlékszik, hogy volt az a hinta, meg stb. Úgyhogy igazából egy kicsit kihoztuk. Jó idő van, nem unatkozik otthon egyedül, vannak barátok. Ez ismerős a terep, talán az összes gyereknek kell ez a szabadság. Ami nekünk is jó egy kicsit. Igen, igen. Úgyhogy szerintem jó ez a, hogy minden évben van ez a kis összejövetel. Felnőttnek is, gyereknek is. Itt legalább most mindenki tud egy kicsit beszélgetni, nem kell maszk. A Városi Gyereknapra igen ötletes és ingyenes programokkal készült a Bátaszéki Keresztély Gyula Városi Könyvtár vezetése és a Nagycsaládosok Bátaszéki Egyesülete. Sok-sok idő eltelte után végre megint itt vagyunk együtt, tehát a hangulat az azonnal visszajött szerintem, mintha csak akár tegnap hagytuk volna abba. Élmény, mert látjuk, hogy jönnek az emberek, mozognak, és hát ami a legjobb, hogy játszhatunk. Tehát játéknál jobb dolog nincs a világon szerintem. Volt itt ugrálóvár, gipszfestés, kézműves sarok, ügyességi játékok, rengeteg ajándék, móka és kacagás. A Városi Könyvtár munkatársai kézműves sarkot alakítottak ki a játszótér egyik pontján. Az asztal köré gyűlt kicsik, nagy műgonddal gipszből készült figurákat festhettek. Sőt, akik szerették volna, egy másik asztalnál szélforgót készíthettek különböző anyagokból. Családok jönnek, hogy van nagymamánk, van nagypapánk is van, vannak szülők jönnek, tehát nem csak a gyerek. Nem csak egyedül hagyom, hogy hadd menjen, jövök vele, mert nekem is élmény. Én ezt úgy gondolom, hogy ők is így gondolják, hogy ki kell jönni, mert az együttlét öröme az semmivel nem pótolható. A futballpályán kerékpáros ügyességi feladatok megoldásával bizonyíthatták tehetségüket a vállalkozó kedvű gyerekek. Ezért, mint ahogy minden feladatért, ajándék járt. Volt nekünk egy játékunk, mi adtunk ki sorsjegyet az olvasóinknak, hogy aki jött kölcsönözni, az kapott sorsjegyet, hogy a sorsjegyet meg aki ma elhozza hozzánk, hát az szerintem feltétlenül kap valami klassz ajándékot, és akkor ugye megint működik a közösség a háttérben, hogy kaptunk egy csomó ajándéknak valót, plusz állatokat, játékfigurákat, ezt mi amint szeretnénk odaadni, semmit nem akarunk visszavinni a könyvtárban, mert ott csak a könyveknek van most hely. Mindent ki akarunk osztani, hogy mindenki örüljön neki, és legyen egy apró emléke, az élményen kívül egy kis apró valamicske tárgy is arról, hogy ő ma itt volt velünk ezen a napon. Környezetvédelemmel kapcsolatos játékokat oldhattak meg a gyerekek egy másik standnál. Arra hívták fel a figyelmet a szervezők, hogy a környezetért, a föld védelméért sokat tehet az ember. Itt ma úgy fogunk ehhez hozzá, hogy a gyerekekkel megpróbálunk ökotudatos játékokkal egy érzékenyítést elkezdeni, ahol szeretnénk, hogyha egy kicsit színeznének, egy kicsit megismertetni velük az állatokat, az állatoknak a családját, hogy ők hogy élnek az erdőben, hogy élnek a saját környezetükben, szemétszedést papíron, egy kis képen, ahol ők a hulladékoknak a mienségét megtanulhatják, hogy kell szelektálni. Aztán vannak kirakóink, amikkel ők megkereshetik az állatoknak a párját, illetve olyan jellegű játékok, amik ezt a ökotudatosságot egy kicsit erősítik bennük.
Ez a gyereknapi program a település klímastratégia része is volt, miként az az ötletpályázat is, amit 3 korosztályban hirdettek meg a bátaszéki klímaőr munkatársai. Ennek az a célja, hogy a gyerekek rajzokon, ötleteiken és képeken keresztül megmutathassák, mit jelent számukra a klímatudatos gondolkodás, kifejezzék, szerintük mit lehetne tenni a klímaváltozás lelassítása érdekében.